Szószátyár. Közéleti zenés magazinműsor közel egy órában. Köszöntöm a kedves hallgatókat, önök a Dunakarnyar FM 97.1-en Szószátyár című műsorunkat hallják. Mai vendégem Gál Laci, előadó művész énekes, jó magam Szűcs Balázs vagyok. Szervusz Laci! Szia Balázs, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Hát annak apropójából találkoztunk most, hogy végre megjelent az első lemezed. Ha jól gondolom, hogy az első. Igen, teljesen jól tudod. Végtelenül örülök, hogy beszélhetünk végül is arról, hogy megjelent napokban az első nagylemezem, amire gyakorlatilag nagyon készültem is, és minden álmom vágyam az volt, hogy végre megjelenhessen az első nagylemezem, illetve a CD-m. Mondhatjuk, hogy azért te mögötted egy hosszú és küzdelmes út áll, hiszen eleve úgy indult a történeted, vagy az életed történet, hogy te nem Magyarországon, hanem Szlovákiában születtél, ha jól tudom. Igen, Rimaszombatban születtem 1971. március 16-án, és 11 éve élek Magyarországon. Szlovákiában is zenészként éltél már, vagy zenei karriert építgettél, hiszen ha jól tudom, a családi kötődés ilyen szempontból megvolt, hiszen a szüleid között van zenész. Igen, édesapám klarinétos volt, zenész volt. Az az igazság, hogy a zenei alapképzést pontosan az édesapámtól kezdtem. Nagyon szerettem énekelni, és minden lehetőséget megragadtam természetesen Rimaszombatban is, hogy felléphessek, illetve lehetőségeket találjak, keresek, ahol bemutatkozhassak, illetve felléphessek. Beszéltem már az előző műsorban arról, hogy sajnos voltak ott akadályok, amiről ismételten szeretnék beszélni, mert negatívumként éltem meg azokat a dolgokat, amikor különböző fesztiválokon, rendezvényeken nem igazán örültek annak, ha magyar dallal indultunk. És igazán én konkrétan mindig is magyar dalokat énekeltem, és voltak ezek a rendezvények, természetesen most nem arról beszélek, hogyha voltak ilyen, vagy illetve volt ilyen város, tehát a város által megrendezett rendezvény, ott természetesen nem volt probléma, de az ilyen fesztiválokon ott igenis megkövetelték, hogy szlovák nyelven szólaljanak meg a versenydalok. Alapvetően te egy magyar születésű ember vagy. Nem érezted azt, hogyha te szlovákul kell, hogy énekelj, az idegen vagy távol van tőled, vagy egyszerűen másképp nem tudtál volna az ottani zenei közegben létezni? Hát igen, ezt pontosan úgy éreztem, illetve úgy éltem meg. Tulajdonképpen az volt, hogy ez a szlovák-magyar húzavona, ez egy életen át elkísért, mert most egy picit úgy elkanyarodnák a témától. Tulajdonképpen engem szlovák iskolába írattak a szüleim, pontosan azért, hogy könnyebben tudjak érvényesülni, mert hogy az iskolákban is a felvételi vizsgák a szlovák nyelven történtek. Hál' Istennek beszélem a szlovák nyelvet, de igazán az én magyar, tehát az én anyanyelvem az a magyar nyelv. És pontosan azért ezeken a fesztiválokon is, illetve rendezvényeken kimondottan magyar dalokkal indultam, illetve szerettem volna indulni. Hiszen ha jól tudom, te ott több tehetségkutatón is elindultál, vagy próbálkoztál. Igen, ez így igaz. Hál' Istennek voltak, illetve van zenei előéletem, mert mindig kerestem a lehetőségeket, és nagyon szerettem ezeket a város által rendezett Ki mit tud fesztiválokat, illetve ilyen zenés kisebb-nagyobb esteket, nagyon boldog voltam, mert igazán most már elmondhatom, hogy ezek úgymond ilyen rutinszerző fellépések voltak, amiből én mai napig profitálok, és nagyon sokat tanultam belőlük. Kicsit ugorjunk azért vissza az időbe, hiszen bár ahogy mondtad, édesapád klarinétos volt, és te azért itt a zene közelében nevelkedtél. Neked van egyébként civil foglalkozásod is? Igen, főállásban, egészségügyben dolgozok, ápoló vagyok, amit
amit ugyancsak nagyon szeretek, de azért titokban mindig álmodoztam arról, hogy én előadom őszélepe énekesen. Nagyon vicces helyzet, hogy az előző interjú alanyom is szintén az egészségügyből is indult, és szintén ápoló volt. Őt úgy hívják egyébként, hogy Mentős Laci, nem tudom, találkoztatok-e már fellépésen. Igen, hallottam róla is, és nagyon-nagyon, tehát zenészként nagyon elismerem, és tényleg nem tetszik a zenéje is. És nagyon érdekes helyzet, hogy egyébként ő is azért lenyomott közel 2 évtizedet mentőápolóként, és utána tudta megvalósítani ezt a vágyát, hogy színpadra kerüljön. Igen. Még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy ez az ápolói hivatás, vagy szakma, kinek hogyan tetszik, ez kimondottan nagyon jó, mert ugye annyira hasonlít, tehát ugye itt is arról beszélhetünk, hogy kapcsolat, ugye tehát az adott esetben ugye a beteg és az ápoló, és a fellépésen, tehát a fellépésen ugye a közönség, meg az előadó művész, és nagyon-nagyon sokat profitálok ugye ebből is, mert megvan az a kapcsolat, illetve gyakorolhatom a kapcsolatot, tehát megtanulok bánni az emberekkel, illetve amit eddig tanultam, most már tényleg átvihetem a színpadra is. Hát én azt gondolom, hogy egy színpadról egy másfajta kapcsolat van a te nézőid, hallgatóiddal, igen. Mondhatjuk azt, hogy azért egy zenei karrierben mindig a legfontosabb lépés a lemez megjelenése, a lemez kiadása. Így van. Nyilván azért a korábbi időszakban, években is építettél, gyűjtögettél magadnak rajongótábort, ismerkedtél a zene világával, illetve hát legendes a jó kapcsolatot ápolt Szűcs Judittal. Igen. Hát igazán Szűcs Judit az én úgymond gyerekkori nagy szerelmem, mert tulajdonképpen az egész dolog úgy történt, hogy nem tudom mennyire emlékszel, volt rége az 1 millió fontos hangja egy című. Nagyon szerettem, én nagyon vártam ezt a zenei műsort, mindig otthon, mikor láttam, hogy kezdődik, akkor én leültem egy ilyen kis székecskére, és akkor vártam, figyeltem az épp aktuális sztárokat, előadókat, és megjelent egy bűbájos, kedves, csengőhangú, gyönyörű énekesnő. Természetesen alig vártam, hogy írják ki a nevét, akkor lehettem ilyen, mit tudom én, 15-16 éves környékén, és én nagyon jól megjegyeztem akkor a fehér betűkkel, azt hiszem, hogy Módos Péter volt akkor a zenei szerkesztő, műsorvezető, és ki volt írva Szűcs Judit, azt én egy életre megjegyeztem, hogy akkor most jó, itt valami eldönt bennem, és akkor itt az én ideálom, nagy kedvencem, akit Szűcs Juditnak hívnak, és akkor most már én ezt a nevet így örökké megjegyeztem, a mai napig nagyon szeretem, és hál' Istennek olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy személyes jó kapcsolatot, úgy, ahogy említetted az előbb, ápolhatok Szűcs Judittal, de igazán nem tudom, mennyire fér bele az időnkbe, ennek van egy érdekes története. Halljuk. Mert hogy ugye hát, ugyanúgy, mint a többi fiatal zeneszerető, zeneimádó ember, én is ugye vásároltam magyar újságokat, ugye hirdetéseket figyeltem, mikor, hogy hol lehet ugye fellépni, hol vannak ilyen rendezvények, ahová én be tudok nevezni, illetve tudok jelentkezni. És volt egy olyan érdekes történet, hogy volt nálunk megjelent egy ilyen napilap, az volt a neve, hogy Magyar Ifjúság. És akkor a Magyar Ifjúságban volt egy olyan rovat, hogy szeretnél írni kedvenceidnek. És akkor ugye válaszboríték ellenére lehetett küldeni, illetve kérni egy dedikált fotót. Nagyon felcsillant a szemem, ugye mikor én láttam, hogy pont a Szűcs Juditnak a címe az volt, és ami illetve ott volt, és én nagyon meglepődtem, mert általában ugye az ilyen postacímek, illetve címek ugye postafiókkal vannak ugye feltüntetve, pontosan a Szűcs Judit címe ugye Battyányi, emlékszem 10, Sashalom ugye az volt úgy feltüntetve, és akkor én egy szép napon gondoltam egyet, és feljöttem Budapestre, és akkor kimentem Sashalomra, és ugye hát úgy már szinte elképzeltem az egész történetet, úgy szinte álomvilágban, azt se tudom, hogy hogyan értem ide, és akkor én majd úgy elképzeltem, hogy akkor most én megérkezek az adott címre, és akkor majd nekem maga Szűcs Judit fog ajtót nyitni. Erről kijött egy nagyon bűbájos, aranyos teremtés, akit én végtelenül tiszteltem, és nagyon sokat köszönhetek neki, és nagyon szívesen emlékszem, mert a Teri Mami, ő volt ugye a Szűcs Judit anyukája,
akinek én elmondtam, hogy tulajdonképpen miért is utaztam Szlovákiából ide Magyarországra, és akkor miért, mit szeretnék, és miért vagyok itt. Nagyon édes történetnek éltem meg az egész dolgot, és akkor mondta, hogy ha már én annyit utaztam, akkor fáradjak beljebb, és akkor megkínált egy kávéval, és akkor ugye én elmondtam neki, hogy én nekem milyen álmaim, vágyom vannak, hogy vágyaim, hogy ugye én szeretnék a Judittal találkozni, és akkor szeretnék egy dedikált fotót kérni tőle. És akkor elbeszélgettünk, szimpatikusak voltunk egymásnak, és én megkértem, hogyha nem gond, és tényleg nem zavarok, akkor én nagyon szépen megkérném, hogy legközelebb újra eljöhessek, és hogyha lehet, úgymond, akkor megszervezzük, illetve megszervezne nekem a Judittal úgymond egy találkozást, és akkor egy dedikált fotót kérhetnék-e tőle, és természetesen én annyira kitartóan jöttem, mentem, telefonálgattam, levelezgettem, végül is sikerült Judittal személyesen találkoznom. Először ugye telefonkapcsolatban ugye voltunk, az adott fellépésekre, ugye ha tehettem, akkor elmentem. Meg volt-e illetődve egyébként, mikor először beleszólt a telefonba? Igen, képzeld el, én nem akartam elhinni. Mindig ugye felvette a telefont, és akkor csak tartottam a kadlót a kezembe, és akkor nem akartam elhinni, hogy a vonal túlsó végén ugye maga Szűcs Judit van. És akkor mindig úgy ilyen másodperceken belül ugye tartottam a telefont, és csak vártam, hogy megszólal, és akkor amikor megszólal, hogy a mély levegőt vettem, és akkor tudtam csak mondani, hogy tulajdonképpen ki vagyok és mit akarok, és természetesen mindig elmondtam, hogy én mennyire imádom, és mennyire tetszenek a dala, és milyen csinos, és milyen elegáns volt újra, amikor láttam a televízióban. Úgyhogy ezek ilyen édes aranyos történetek voltak. Én nagyon szívesen emlékszem a mai napig ezekre a dolgokra, és tényleg Judit a mai napig fiatalságom az egyik legszebb. Az évek elteltek, de Judit nem változott. Én nem, Judit, így igaz, Judit nagyon csinos és nagyon aranyos a mai nap. Innen megyünk tovább, de hát most már meghallgatjuk, hogy is tudsz valójában énekelni, úgyhogy két szám következzék most tőled. Az egyik a Most kéne abba hagyni, a másik pedig a Ne kérdezd. Köszönöm. Halljuk el Lacit. Most kéne abba hagyni, elfutni, elrohanni, érzem, hogy holnap már többé nem lehet. Most kéne összeveszni, erőnket összeszedni, s kimondanunk azt, hogy ége lesz. Most kéne visszakozni, nem várni, nem habozni, és menni a józan ész után. Egy másik útra lépni, egyszer sem visszanézni, a búcsuma még nem fájna tán. Boldog vége, ennek úgysem lesz, nálam százszor jobbat érdemelsz. Most kéne abba hagyni, elfutni, elrohanni, érzem, hogy holnap már többé nem lehet. Elmenni képtelenség, nincs benn én, aki téged így szeret. Most kéne abba hagyni, elfutni, elrohanni, érzem, hogy holnap már többé nem lehet. Most kéne összeveszni, egyszer sem visszanézni, s kimondani azt, hogy ége lesz. Boldog vége, elrohanni, érzem, hogy holnap már többé nem lehet. Maradni esztelenség, elfutni képtelenség, bilincsben él, aki téged így szeret. Bilincsben él, aki téged így szeret. Ne kérdezz miért, bújj hozzám, ne félj, én vigyázom álmaid, míg élsz. Ha így nézel rám, nem számíthat más, csókottól tűz forró a szám. A hold
felcsillant már, az éjszaka vár, csak ránk vigyázz. Várj, most úgy ér hozzám, hogy érezzem át, tested úgy kíván. Egy perc is elég, csókodból érzem, sosem elég. Ne kérdezz miért, bújj hozzám, ne félj, én vigyázom álmaid, míg élsz. Ha én nézel rám, nem számíthat más, csókodtól tűz forró a szám. Úgy jó, ha forró, vagy latin tangó, mi csak rólunk szól. Az álmom éjjel veled szép lesz, a reggel velem ébredsz, ez a forró szenvedély. Egy perc is elég, csókodból érzem, sosem elég. Ne kérdezz miért, bújj hozzám, ne félj, én vigyázom álmaid, míg élsz. Ha én nézel rám, nem számíthat más, csókodtól tűz forró a szám. Ne kérdezz miért, bújj hozzám, ne félj, én vigyázom álmaid, míg élsz. Ha én nézel rám, nem számíthat más, csókodtól tűz forró a szám. Zene után visszatértünk ide a stúdióba, önök továbbra is a Dunakanyar FM 94.1 műsorát, a Szószátyárt hallják. Gál Lacit hallottuk énekelni, hiszen Gál Laci ma a vendégünk itt a stúdióba. Két dalodat hallottuk most az új lemezről, a Most kéne abba hagyni, ami egy feldolgozástól, illetve a Ne kérdezz címűt, ami saját szerzeményed. Hogy áll össze ez a lemez? Hány feldolgozás van rajta, hány saját dolog? Igazán ezt a lemezt úgy igyekeztünk összeállítani, hogy azért valahogy feldolgozás is legyen, hiszen az én közönségem igényli, illetve megszokta tőlem a feldolgozásokat, illetve ezeket a lírai romantikus dalokat. De ragaszkodtam hozzá, illetve tekintettel arra, hogy ez az első lemezem, azért itt a lehetőség, hogy végre megtudják, megismerjék, hogy ki is valójában a Gál Laci. Tehát azért arra is odafigyeltünk, hogy egy kicsit azért belőlem is valami egyéni dolog legyen a lemezem. Régebben, ugye mai napig is azért, hogyha tehetem és időm van rá, akkor nagyon szeretek szövegeket írni, és pontosan ezen a lemezen megtalálható négy olyan dal, ahol gyakorlatilag az én szövegeim vannak, és megpróbáltuk ezeket a dalokat erre a lemezre rátenni, és én úgy érzem, hogy tehát ezek a dalok ugye már elhangzottak egy műsorban, ugye ezekkel már én jártam fellépni, és azt tapasztaltam, hogy a közönségnek nagyon bejött ez a latinos vonal. Megmondta meg fel visszajelzés. Így van, és én ennek végtelenül örültem, tehát könnyű dolgom volt, mert igazán úgymond biztosra mentem, tehát tudtam, hogy a közönség a visszajelzések alapján, ugye tudtam, hogy a közönség már ezeket a dalokat ugye megszerette tőlem, és majd várja, hogy ezek a dalok ugye ott legyenek a lemezen, és majd meg lehessen hallgatni. Még egy picikét visszaugranék a Szűcs Judit rajongásodra. Igen. Nyilván, mint minden rajongó, előbb-utóbb létrejött a személyes találkozás, de hát neked azért ez egy különös helyzeted van, hiszen te akár közös színpadra is állhatsz Szűcs Judittal. Megtörtént ez már? Nem történt még meg. Az az igazság, hogy mi annyi mindenről beszéltünk Judittal. Igazán én megmondom őszintén, hogy
ezek a dolgok, ezek a, hogy mondjam, tehát ez a lemeztörténet, illetve ezek a fellépések, ami szinte zsinórban szinte rám szakadt, nem tudtuk, illetve én nem gondoltam, hogy ez ekkora léptekkel fog haladni, úgyhogy nekünk még erről nem igen volt időnk beszélni, de figyelemmel kíséri a Judit a zenei pályám, illetve mi szinte naponta a közösségi oldalon együtt kommunikálunk, illetve ha úgy adódik, akkor telefonon beszélünk. Egy érdekes történetet enged meg, hogy úgy, illetve a kedves hallgatónak elmeséljek. Például, mikor készülőben volt a nagy lemezem, illetve az adott lemez, akkor ugye az előbb említettük, hogy Judit mindig milyen csinos, elegáns és kimondott, a jó fotók készültek róla. Én mindig az volt a, illetve elmentem a fotóshoz, és egy csomó fotó ugye megjelent rólam, és én mikor elküldte nekem, illetve elmentem a fotóshoz, és megláttam a fotókat, és én hirtelen úgy bepánikoltam, hogy úristen, mondom, most melyik fotó legyen az a borító, tehát a lemezborító, melyiket válasszom ki, ami tényleg olyan, hogy jó legyen, és teljesen passzoljon ugye a dalokhoz, mert hogy az is nagyon fontos, hogyha egy ilyen lírai, latinos vonalt képviselek, hogy akkor a fotó is valahogy úgy domináljon, tehát harmóniában legyen a dalokkal. És nekem mi sem egyszerű volt, hogy megkértem a Juditot, hogy figyelj, Jutka, megvannak a fotók, légy szíves, nézd már át ezeket a fotókat, és szerinted melyik az a fotó, ami méltó lenne a borítóra, és akkor elküldött nekem 3 fotót, és akkor mondta, hogy hát ez a fekete ing, és az, amire ő is gondol, hogy tényleg jó lehet, és még úgy megírta, hogy úgy a Timivel választották ki, és szerintem természetesen nekem is pont, tehát ugye mind a hárman ugye rából intottunk, hogy ez tényleg jó választás volt, mert ugye akik ugye látták a lemezborítón, mindenki ugye az a visszajelzés, hogy tényleg ez így jó, ahogy van, és én végtelenül örültem, mert nekem ez nagy segítség volt, hogy ugye ez tanácsot adott, de meg is fogadtad a tanácsát. Igen, természetesen. Hát... Mondtad, hogy hirtelen fölpörgött ez az egész körülötted. Te egyébként ma még bármifajta civil foglalkozást üzöl, vagy ma már főállású előadó művészként éled a napidat? Egyelőre még ugye ápoló vagyok, holott nagyon nehéz most már összeegyeztetnem a zenei pályát az ápoló hivatással, mert tudnélik, aki tudja, aki egy picit is belelát az egészségügyi hivatásban, ugye vannak ügyeletek, ahol tényleg egy teljes embert, illetve egy teljes inkább azt mondom, hogy egy teljes embert igényel, tehát minden szabad időm, hogyha úgy van, akkor vagy a zene, vagy pedig akkor tényleg dolgoznom kell, mert ugye be kell menni. De gondolom azért abba az irányba haladsz, hogy előbb-utóbb már csak a zene maradjon. Természetesen mindent megteszek azért is, és minden álmom, vágyam az, ahogy az előbb is elmondtam, hogy tényleg ebből éljek, és ez legyen az, ami... Tehát az én álmom ugye teljesüljön, és végre az legyen, amit én mindig is akartam. Említetted előbb, hogy ugye Szlovákiában született magyarként göröngyös és nehéz volt a kezdés. Ma, mármint lemezes előadó, visszajár Szlovákiában től függetlenül fellépni? Tehát azért hazahúz egy picit a szíved? Az az igazság, hogy nekem még mindig ugye a családom, anyukám és 2 húgom otthon élnek. Tehát picit ilyen 2 laki életet élsz? Itt igen. Is vagy, ott is vagy? Igen, így igaz. Hazamegyek, mert úgy, ahogy mondtad, azért mégis ott születtem, tehát ott vannak az ismerőseim, barátaim, és ugye elsősorban családom, akik miatt hazautazom. Zenei élet hívnak, illetve nagyon sokan érdeklődtek, pláne ugye most, mikor megjelent a lemezem. Igazán most ott tartok, hogy ezeket a rendezvényeket ugye pont azért most már addig ugye az volt a probléma, amikor még otthon éltem, hogy nagyon nehéz volt nekem ugye itt karriert építeni, illetve a távolság miatt bármilyen, akár egy énekóráról beszélünk, vagy bármilyen rendezvényről, mert az idő miatt nem tudtam, mit tudom én, hétfőn 8-ra, illetve kedden délután 4-re feljönni, mert azért az még úgy a mai napig is 150 km a távolság, és nehéz. Igen, volt. Nincs közel. Ezeket nem, így van. Majd az énekórát említetted, te jelenleg is képzed magadat, tehát a hangodat azt énektanárral karban tartod, most is? Volt rég egy énektanárom, igen,
Most már a Szabó Zoltánnak hívták az én énektanárom, aki azóta sajnos vidékre költözött, de az instrukciókat, amiket megtanultam tőle, azokat ma is természetesen úgymond gyakorlom otthon is, és ilyen hangképzést, ha tehetem, akkor mindenképp fellépés előtt természetesen ezeket mindig művelem. Tehát akkor azért egy picit tervezetten dolgozol, nem csak spontán fölmész a színpadra és... Persze, természetesen, ugye én úgy gondolom, hogy nekem még ugye mindenképp szükségem van, de egy profi előadónak is azért fel kell készülni az fellépésre, illetve hogyha megjelenik bármilyen dal, akár egy feldolgozás, vagy egy saját szerzemény, azokat természetesen fel kell építeni, és úgy megyünk úgymond készen a közönség előtt. És megcsapott egy szó. Egy profi előadónak. Te akkor nem tartod magad profinak? Amatőrnek érzed még magad? Én azt mondom, hogy az ember mindig tanul. Én sosem fogom azt igazán mondani, most az, hogy professzionális vonalon mozgok, vagy lehetőségem ugye mozogni, addig, amíg az ember tanul, és mindig nyitott az új dolgokra, addig én azt mondom, hogy előadó vagyok. Nem profi, de már nem is amatőr azért. Annál azt gondolom, hogy kicsikét magasabb státuszba kerültél már. Megint hallgatunk tőled egy kis zenét. Nekem egyébként ez a számod nagyon tetszik, ez a Samba de l'amour. Jól lejtettem? Igen, ez egy saját. Ez nagyon tetszett nekem, és a Se veled se nélküled, hát az pedig ismét egy feldolgozás, ha jól gondolom. Így igaz, nagyon szeretik tőlem ezt a két dalt. És hogy halljuk ismét Gál Lacit, mielőtt visszatérnénk. Csillagrió fölött egy nyári éjszakán hozta szerelmünket, itt régen várunk rá, hogy szenvedésen, mint Samba de l'amour. Sétáltunk a parton, fogtad két kezem, rajzoltam egy szélet a homokba neked, hogy szenvedésen, szólt a Samba de l'amour.
éjjel, és micsoda érzés, azt hittem nem más, csak futó kaland. Várom, hogy csenges, és várom, hogy felhív, mert szeretném hinni, hogy velem maradsz. Nevetve élek, de akarom őt, keresem őt, szeretem őt, és mint egy kártya játékos. Minden egy lapra tettem felén, se veled, sem nélküled, élni nem tudok, de nehéz eldöntenem, egy csiki-csoki állapot. Se veled, sem nélküled, élni nem tudok, szabadulni tőled én többé nem fogok. Ha elindulsz végre, és együtt van minden, úgy érzem, jobb már nem is lehet. Ha elén a reggel, és vele egy új nap, talán már más kell, így nem lehet. Nevetve élek, de akarom őt, keresem őt, szeretem őt, és mint egy kártya játékos. Mindent egy lapra tettem felé, élni nem tudok, de nehéz eldöntenem, egy csiki-csuki állapot. Se veled, sem nélküled, élni nem tudok, szabadulni tőled én. Remek zenék után újra itt vagyunk a stúdióba, vendégem továbbra is Gál Laci előadóművész, jó magam, Szűcs Balázs vagyok, önök pedig a Szószátjár című műsort hallják itt a Dunakanyar FM 94.1-en. Hát ez is két jó kis latinos szám volt, illetve az egyik az kimondott a latinos, a másik pedig hát egy sikeres feldolgozás. Amikor egy előadó feldolgozást énekel, bennem mindig van kétfajta érzés, egy olyan, hogy Ez biztosra megy, tehát nyilván egy befutott slágerre a nagy baj nem lehet. A másik viszont az van bennem, hogy így egy picit talán nehezebb a saját személyiségedet átadni, a saját karrieredet elősíteni, hiszen más slágerét énekled. Te hogy gondolkodsz erről? Én tulajdonképpen teljes mértékben egyébként igazad van, mert mikor eldöntöttem, hogy most én ilyen feldolgozásokat szeretnék a lemezre, akkor két dolog volt előttem. Egy picit féltem, mert hogy ugye a közönség rögtön úgy fogja minősíteni az általam előadott dalt, hogy... Az eredeti az méri? Igen, pontosan így gondolkodtam én is, illetve valahol a Gál Lacit fogják keresni a dalban. És én úgy érzem, hogy hál' Istennek, hogy az utóbbi, hogy valahogy a Gál Lacit keresték a dalban. És mikor egy adott műsorban előadtam a dalt, akkor éreztem, hogy pont az a általam prezentált verzió, az jött le nekik, hogy az a hiteles, illetve valahogy elfelejtették a Gyuri művész nevén,
énekelte, akkoriban az 1986-os Interpop Fesztiválon, valahogy az úgy akkor feledésbe merült, és az volt a hiteles, úgymond se veled sem nélküled, amit én énekeltem akkor. Hát minden esetre azért ez egy nehéz kenyér. Beszéljük egy kicsit a médiáról. Nyilván, amikor elkezd az ember ismerté válni, akkor még nagyon keresi a lehetőséget, hogy feltűnjön a médiába, újságokba, televízióba, rádióba. Aztán egy idő után már úgy elég, aztán a végén kezd terhessé válni. Vélhetően nem megbántva téged, azt gondolom, hogy te még ennek az útnak az elején vagy, te még szeretsz szerepelni a médiába. Vannak-e már ilyenfajta visszacsatolások? Tehát megállítanak-e már az utcán, hogy nem te vagy-e az a Gállaci, akit láttunk a tévében, mert hát azért most már ott is előfordulgatsz, nem igen. Te vagy-e az a Gállaci, akit láttunk, nem tudom, a falunapon fölletni. Igen. Igen, pontosan volt már erre precedens, utaztam a metrón, és pontosan ott az ajtó mögött úgy álltam, mert nem nagyon szoktam leülni, és akkor csak úgy vissza, egy hölgy, ilyen nagyon kedves, bűbájos hölgy volt, és úgy rám nézegetett, és úgy mosolygott. Hát én most gondoltam, hogy valakivel vagy összetévesztett, vagy nem tudom, vagy csak épp jó kedve van. Aztán úgy félszemmel úgy oda néztem a kedves hölgyre, és mondom, hogy tetszik ismerni. És akkor mondja, hogy igen, most igaz, hogy ugye ön a Gállaci, mondom, igen, én lennék. Hát, hogy akkor tegnap láttam a műsorban, és akkor engedje meg, hogy gratuláljak, mert nagyon tetszett az a dal, amit tegnap énekelt. Úgyhogy ezek ilyen jó érzés. Ez azért még jó. Igen. Ma már az autógom kérést azt ugye fölváltotta a szelfizés, hiszen ha ismert emberrel találkozik az utca embere, akkor nagyon szívesen fotózkodik vele közösen. Ezeket te mennyire kezeled türelemmel? Gondolom azért már sok ilyen selfie vagy közös fotó készült. Igen. Türelmes vagyok. Hogyha személyesen találkozom emberekkel, illetve a fellépés közben, vagy után, vagy elején, ezekkel én tisztában vagyok, hogy ez a fellépésnek a része, illetve a maga a hivatásnak, vagy maga az énekesi pályafutásnak az egyik nagyon fontos része. Most ugye a közösségi oldalon rengeteg ismerősöm van. Természetesen, ahogy az előbbi beszélgetésünknél is úgy említettem, hogy ápoló vagyok, és nagyon sokat dolgozom, ugye pihennem is kell ahhoz, hogy én másnap, illetve lehet, hogy aznap még este, hogyha vissza kell mennem, hogy fitten tudjak helytállni, az természetesen pihennem, illetve egy pár órát aludnom is kell. Sajnos vannak olyan történések, amit egyelőre még ugye tudok kezelni, hogy amit én nem is tudom, hogy hogyan történhet meg, ugye Messengeren felhívnak, és mi újság velem, hogy vagyok, akkor küldjek fotót, akkor szép napot kívánnak. Ezek aranyos dolgok, csak nem mindig megfelelő időben jönnek, érkeznek. Gondolom, most már sok az olyan ismerősöd is, aki nyilván nem valódi ismerős, hanem egyszerűen téged, mint fellépő ismert meg, tehát te őt nem ismered, de így van. Nyilván úgy érzi, hogy veled már ismeretségbe került. Így van, nagyon sokan jelölgetnek naponta Facebookon természetesen. Ezek nagyon édes, aranyos dolgok, és én úgy érzem, hogy ezekre, tehát egy előadónak ugye szüksége van a kapcsolatra, tehát arra, hogy a közönséggel, illetve a rajongókkal kapcsolatot tartson, hiszen én magam is ugye, amit az előző beszélgetésünkből is ugye kiderült, nekem is aranyosak voltak ezek a dolgok, hiszen nekem is fontos volt. Szer rajongóként indultál te is. Így van. Mennyire fogadott be a szakma? Hiszen van egy számtalan előadó, akivel Haknikba a tévéfelvételeit ott találkozol, akik már akár 10-20 vagy még régebb óta koptatják a színpadot. Te azért ott még mondjuk úgy, hogy a kezdők közé vagy sorolható. Mennyire fogadtak el téged? Igen, ezek nagyon, tehát ez egy külön élmény számomra, ugye az adott fellépéseken én nagyon sok emberrel megismerkedhettem személyesen. Én úgy érzem, hogy jó a kapcsolatom, úgymond az profi, megint csak azt a szót használom, ugye a régebbi előadókkal, akiktől én nagyon sokat tanulhatok, és nagyon sok tanácsot kaptam, illetve ha olyan dolog van, akkor kérek tőlük, és ha bármi kérdésem van, akkor nagyon szívesen megvitatjuk, megbeszéljük a dolgokat, és tényleg, hogy ugyanúgy kapcsolatban vagyok velük. És amikor esetleg egy ilyen nagy név után, tehát most
mondjuk olyat, aki igazán nagy és igazán régóta vasszok, mert mondjuk egy Aracki Laci bácsi után lépsz fel a színpadra, igen, akkor azért megremeg egy picit a lábad, mert hát azért ő csak nyomja egy 60-65 éve ezt az ipart. Igen, igen, pontosan úgy volt, tehát volt egy fellépésem, amikor a Pór Péter után mentem, illetve igen, volt már... Hasonló nagy ikon. Igen, igen. Egy picit azért úgy végigfutott rajtam egy ilyen verejték, hogy fú, az Pór Péter most énekelt a Fekete Vonat című örökzöld slágerét, most jön egy ilyen gálloci, akkor most meg tudom-e tartani vajon azt a tapsvihart, de hál' Istennek nem volt ezzel gond, nem volt ezzel probléma, mert én úgy érzem, hogy ami nagyon fontos egy előadónak, hogy felkészülten, illetve úgy induljon a színpadra, hogy érezze a közönség, hogy tényleg amit csinál, vagy amit előad, hogy az tényleg biztos szívvel is szeretettel próbálja előadni, amiért ők ugye nagyon hálásak. Én egyébként azt láttam így a beszélgetés során, és hozzáteszem főleg a hallgatók felé, hogy mi soha nem beszélgettünk még, hogy de igen, alapvetően egy ilyen nyugodt, precíz Palinak tűnsz, tehát valószínűleg a fellépésekre is így készülsz, tehát te gondolom ott vagy jóval korábban, van, te pontosan tudod, mit fogsz elénekelni, igen, gondolom a zenei alapot otthon leellenőrzöd, mielőtt elindulsz, hogy biztos megszólaljon, tehát így azért van, te nem nagyon bízol semmit a véletlenre, ez csak az én benyomásom, hozzáteszem. Örülök, hogy így látod, köszönöm szépen. Igazán igen, igen, mindig mindent átnézek, megnézek, mert valahogy egyrészt a munkámból kifolyólag is nagyon fontos, illetve megtanultam és meg kellett szoknom, hogy mindent át kell nézni, mindent meg kell nézni, többször újraindítani, vagy tényleg odafigyelni a dolgokra, hogy működjenek, és én ezt úgy gondolom, hogy pont a zenei pályán, illetve a felkészülések, illetve a fellépéseim előtt is nagyon fontosnak tartom, hogy pontosan működjön minden úgy, ahogy kell. Hát egyébként sokat mondott ma az is, hogy itt a beszélgetés gyakorlatilag körülbelül egy 25 perce hamarabb érkeztél. Igen. Ami azért nem mindenkire jellemző, hozzáteszem, tehát volt itt nekem már olyan vendégem, aki gyakorlatilag abban a percben nyitott be az ajtón, mikor már kezdtük volna a beszélgetést, tehát én azt gondolom, hogy ezek mindenképpen fontosak a szakmában. Milyen terveid vannak? Hiszen most elindult valami, lemezes előadóvá váltál. Ha előre gondolkodsz egy 5 évet, 10 évet, mi az a célkitűzés, amit magad elé tettél? Mindenképp, ugye elsősorban szeretnék ugye nagyon sokat fellépni, minél több helyen megmutatkozni, ugye természetesen egy előadónak nagyon fontos, hogy a médiában ugye továbbra is, ugye, illetve azt az utat, amit én elkezdtem, szeretnék műsorokban fellépni, akár újság, akár televízió, ugye most itt nagyon örülök, hogy itt lehetek a rádióban, illetve nekem nagyon fontos a személyes kapcsolat az emberekkel, a közönséggel, nagyon szeretnék rendezvényekre eljutni, illetve a lemezem, tehát a lemezanyagom ugye személyesen is bemutatni, és természetesen ugye én már a második lemezbe gondolkodom, és most már gyűjtem a zenei, tehát a zeneszámokat, ugye, a zenei anyagom, mert hogy pont egy rajongom, hogy jelezte, hogy biztosan ismered az Imádok útra kelni című dalt, és nagyon szomorú volt, hogy miért nem került az első lemezre rá ez a dal. Én magam is nagyon szeretem, csak úgy gondoltam, hogy ezt a dalt már annyian énekelték, annyi sokszor hangzott el különböző retro rendezvényeken, fellépéseken, hogy egy picit talán most pihentetném ezt a dalt, és lehet, hogy újra, illetve a második lemezemen majd újra énekelném, és lehet, hogy egy kicsit majd új köntösben megjelentetjük újra. Hát én azt gondolom, hogy azért először is ezt az első lemezt futtasd ki, minél igen, több emberhez jusson el, és te is juss el mindenhova. Mára viszont elfogyott az időnk, úgyhogy én megköszönni tudom, hogy itt voltál ma velünk. Természetesen úgy búcsúzunk el, hogy téged hallgattunk, két számod jön még, az egyik a Táncolj, a másik pedig is stílszerűen az Elbúcsúzom. Köszönöm szépen, Balázs. Köszönjük, Laci, hogy itt voltál, és szép napot kívánok. Viszonthallásra. Viszonthallásra. Micsoda forró pörgőritmus, most tombol itt velem. Micsoda forró vágyok sodornak, úgy át a testemen. Már tengerparti ritmus, hadd tomboljak veled. Testet tűz.
mindig rád gondoltam, én kérlek légyen én. Gyere és csak táncolj, szédítő adal táncolj. Gyere táncoljuk át ezt a forró éjszakát. Gyere és csak táncolj, szédítő adal táncolj. Gyere táncoljuk át ezt a forró éjszakát. Micsoda szép is volt a tenger, forró testem tűzben él. Micsoda vágyok múltak lázban, még minden bennem él. Rád találok én testem tűzben ég, kérlek légyen én. Gyere és csak táncolj, szédítő adal táncolj. Gyere táncoljuk át ezt a forró éjszakát. Gyere és csak táncolj, szédítő adal táncolj. Gyere táncoljuk át ezt a forró éjszakát. Neked is jó a véget ég.
mert a szívben élsz elég, vállalva engem. Nem lenne más, csak te meg én. Elbúcsúzom, időnk lejár, a dal most véget ér, megyek tovább. Isten vele, többre már nincs erőm, én elmegyek. Én elmegyek. Önök a Szószátyár című műsorunkat hallották. A mai adás elkészítésében közreműködtek Szűcs Balázs, Nagy Erzsébet Tímea, Fülöp Alexandra és Padi Géza.